Hellóztok, hellóztok, skacok! Na, egy kis változás történt, nagyjából így fog kinézni ez. Illegal láthatjátok, hogy mit csinálok közben, amit beszélgetek. Igaz, hogy nem mozog, de illegalább valamennyivel jobban néz ki, amit tetszik nekem. Szóval, ja, közben lépj be a Forma 1-be. Ja, és átállítottam gombokra, szóval még meg kell szokjam, hogy ne kell startra rakjam, hogy melyik gomb melyik micsoda, az OBS-t, hogy gyors kezelőre. Szóval, ja, lényegében ennyi változás történt egy kicsit. Szóval, ja. Ma délután úgy készültem, hogy RTS 2 lesz, de végül más dolgom akadt. Szóval, ja. Várom, hogy betöltsem. Ha betöltene. Na szóval, a legutóbb azért nem volt Forma 1. Mi nem is volt. Na mindegy. F12. És akkor átváltozok erre. És még kicsi a képernyő. De jó! Karrier. Jó van, igen. Biztos a felbontás miatt, mert jött el védi a frissítés, az azért. Szóval, ja. Azerbaijan. Ja, tényleg emlékszem, már utálom ezt a pályát, már... És így sem full screenbe. Így. Né. És akkor elmehetem, már jó lesz. Remélem. Igen, jó, nagyszerű.
Jézus! Hülye mikroag. Ez miért meleg van? Ennyi kocsolás miatt? Be careful with the front wing. You've taken some minor damage. Hát igen. Your front wing is damaged. Expect a lot of understeer unless we replace it. Hát igen, ide tényleg bossz kéne. Are you okay? That was a big one. Confirm you're okay, please. Már utálom ezt a pályát. Interesting practice session there then. Let's remind ourselves of the top. Utálom ezt a pályát. Alig várom, hogy túlessek rajta. Well, things didn't really go your way today. Tell us what happened. You had a mishap in practice. Will this affect qualifying or race? How does a car handle in the wet? Do you appreciate your time. Annyi is volt.
was a nasty incident. Glad to see you're... Venga, yo iré, va. Jule, du måste få ett. Jule. Jézus! De mikor ki tud készíteni? Recommend you box for a new one. What happened? Let me know you're okay. Utálom spájat. Utálom, 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 utálom. Quick look at the classification at the end of the... Bad luck out there today. What do you think went wrong? What caused that issue in practice? How did your car stack up to the others? Appreciate your time. I'm glad you're not hurt, but that's a lot of damage for us to fix up to get you out for the next session. Try and keep it in one piece. Nagyon időmélő, egybe is leszom az egészet. Utána a pályát. Egyből legyen a verseny. So, unfortunately, we've picked up some grid penalties, and we'll be starting further back than you expect. Ez a hülyebb, és első lesz. Bazd meg.
Escher less. Think back to 2017 of one of the most eventful races of modern history, with controversy behind the safety car, last second overtakes, and a historic podium for Williams and for Lance Stroll. So let's find out what lies in store for us this year. It's time for the Azerbaijan Grand Prix. It's 3.7 miles around a lap of Baku City Circuit then, with 7 rights and 13 lefts, giving us a total of 20 corners. Watch out for the safety car today. Incidents are already common on this circuit, and the wet conditions will only make things worse, particularly through the incredibly narrow Turn 8. Anthony Davidson joins me again for the race today. Let's talk about Lee. As with all the drivers at this level, they have a lot of ambition. But Formula One's a daunting step up from any other series, so expectations are high right from the start. And this is something that has ended the career of many a young driver, as that leap up to Formula One proves to be too much. And I'm a bit worried that's exactly what we're seeing here. They haven't really found their feet, they're making silly mistakes, and as you imply, at this level, you're expected to perform. We're almost ready to go then, and this is what the starting grid looks like for today's race. Lewis Hamilton lines up on pole position, and it's Valtteri Bottas that completes the front row. Looking down the rest of the grid, we have Vettel, Ricciardo, Sergio Perez, and Ocon, Hülkenberg, Grosjean, Magnussen, and Carlos. Oh, you should also listen. Mit csinál? Ez mit csinál? Szia, Tomo. Okay, here we go. I know what to do. Don't let me down. Látok is, de meleg van. Már nálunk is. Szólsz egy izzadok amúgy. Egyből átkapcsoltam a versenyre, mert annyira után már ezt a pályát. Valami vicces jelentet látsz, bár csinálják klippet róla, jó? Bocsi Fettel. Okay, be wary of the cars ahead breaking suddenly into one. Ez mit csinálnak, bazd meg? Lehúznak! Ezek mit csinálnak? Jézusom.
Már annyi erdőbeleg vagy, hogy zsebkendőt kell használjak amúgy. Pedig a szükkel használok. Nagyon-nagyon-nagyon ritkán. Megint! Ezt is klippert kitomol. Úgy van. Úgy van, köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Rohadjatok meg. Köszönöm, hogy gyorsan felültem, mert már olyan kényelmetlen pozícióban voltam. Nem megyek boxba. Jó, kezdjük előre, bazd meg. Akkor is végig csinálom. Akkor is. Azt mondod, azt így gyűlölni fog a Monacót? Lehet. If it takes too much damage. Check your MFD for a new strategy option. There we go. Who's Adam? We need to be doing better than this. Let's push hard. Ez az egy pálya még kifog rajtam. Eddig nem fogod ki semmilyen pálya. De hogy tudnak ilyen pályát kitalálni, bazd meg? A monokait lehet, hogy ismerem amúgy. Az, amelyik a híd alatt kell, és a hídba... És az alagút, ami mész át. És hogy sokkal a vékonyabbak a... izé. Pálya, ugye? Az a Monaco. Hogy ez japán? Azon már voltam.
Nagyjából azt ismerem. Ilyen nincs. Én most szépen mentem. Not a great starting position for us, but hopefully we... Na, Tomo, ezen mennyit szívtál ez a pálya? Amúgy. Semmi baj nem volt. Line that front wing. It'll need replacing if it takes too much damage. Majd mindjárt elolvasom. Bocs, Ricardo. Megállítottam őket, bazd meg! Okay, back to the pits. You need a new front wing. Box now. Ja. Csak egy ebben kellett, hogy kilökjek, bazdmeg. Most olyan szép volt. Nem baj. Figyelj, tudod mit? Elszkippelem. Gyűlölöm ezt a pályát. Gyűlölöm. Mindegy. Brilliant stuff from Mercedes today. That's another historic win. And I have to wonder, Anthony Davidson, just what set them apart from the competition here? Well, time management probably played quite a large role in the outcome of this one. As ever, it's not just about speed, it's all about maintaining that speed consistently over a stint, over a race distance. So being able to keep up the lap times while still being smooth on the controls and gentle on the tyres, that's really where the race was won today. So as I say that, we can see the drivers coming out now to collect their trophies. It's yet more silverware to take back to their base in Brackley after another excellent Grand Prix. Nem baj, legalább Vettel nyert.
And now let's take a look at the driver standings. It's a good... Bad luck out there today. What do you think went wrong? Your car is looking a little beaten up. We've not seen much development progression for your... Amúgy lehetne erre magyar isítás már. How do you feel the weather affected the outcome today? Vára. Great. Well, that's everything. Tizenegy pontom van. Nem rossz. I told you, if you carried on as you were, and you didn't start putting in the kind of performances the team expected you would... Na most ilyenka mi van? Well, it's happened. As of today, you're most ki fognak rúgni? An employee of this organization. Lucky for you, one of us is competent. I found you an option elsewhere. And I suggest you take it if you want any hope of salvaging this so-called career of yours. Kirogtak engem. Here you can see the pertinent details about your current contract. On one side are the objectives and bonuses that we've negotiated with the team. On the other is information regarding how you're perceived throughout the paddock, your reputation with the current team, and your overall value to them, which is a combination of these elements. Ez mit csináljak? Jaha. Welcome to your new team. Williams Racing, nem is ismerem. With several periods of dominance over several decades in the sport. It's high time for another one of those, and you can help make that happen. So let's knuckle... Welcome to the Circuit de Barcelona-Catalunya for the Spanish Grand Prix. Over the next few minutes, the teams will be heading out onto this classic Formula One track for what we're expecting to be a very hectic... Végre egy normális pálya. Köszönöm. Anthony Davidson is here as usual to help take us through the action. And Ants, I've seen some questions on social media and other places about this current crop of F1 cars and why they're so much faster now, despite being significantly heavier than the previous generations of machines. Take us through that one. I'd be happy to, Crofty. And simply put, it's a matter of grip. Now, that comes from two sources. You have what we call mechanical grip, which comes from the surface of the tyre sticking to the road. And these tyres are significantly wider now when compared to previous years, so they have the potential for more mechanical grip. Then you have the downforce, of course, which pushes the car into the road as the air moves over it, thus generating grip. And these cars have about 20% more downforce, which is more than enough to overcome the added weight. Fitted some new parts for this session. Hopefully they'll help you squeeze a bit more pace from the car. Thank you.
Nem is rossz a belseje. There. Damage to your wing. Damage. Ah, shit. Ez elbasztam az előbb. De ez egy fokkal jobb. Ez a pálya. Ez jobb. Amúgy. Ebben legalább megnézzük, hogy milyen a kirúgás. Arra is kíváncsi voltam amúgy. Kicsúsztam. Be careful with the front wing. You've taken some minor damage. Menj már ki! Már nem lesz jobb időm. Következő körbe, igen. Amúgy is meg kell ismerjem a pályát.
nem is rossz. Még jó, hogy nem a rózsaszín csapatba kerültem. Megint rossz időt futok. Emét a 1.29, hogy? Hogy mehet 1.29-et?
Battle match, lol. És kimegy. Na jó, menjünk ki. Skip. Car repairs have set us back a little. F1. Our best lap so far is a 1:34. Shut again. As all the cars are now over the line, your top three again are Hamilton, Bottas, and Daniel Ricciardo. Yeah, thank you it's for joining show. Us for free practice today. We'll be back with. Welcome to your new team. Williams has a rich history with several periods of dominance over. Ah, legyen időm ér egyből. Ja, azt mondom. Emelj a 2019-ben. Nem lesz mikrolaggok. Drivers tend to complain about tire wear around this track and the compounds on offer this weekend aren't likely na, to put that issue to bed. Is this going to be about who can make the tires last? Tire wear is always something you have to consider to a certain degree. Finding a good car balance that suits the circuit will help prolong the life of the tyre, but it's true that some circuits, such as this one, are more challenging than others. How hard you can push them depends on your strategy and how tight the battle is around you. Ja, Spanyolok. Williams a Spanyolok. Jézus! Ez mi?
Amúgy normálisan megy a stream? Az képes, hogy néha mikrolagok vannak benne, mert szar a game. Néha vannak benne. De miért mész ki, bazd meg? Egy 26, nem írtam. Grid is all set then for the race tomorrow. But before we go, let's quickly remind ourselves of our top. Spanyol. Tough luck there. It's not quite where we'd want to. Most már Sony bejelenthetném már lassacskán már a izét. Augusztusit. Már július, már rég kív voltam, hogy ilyen tájfele. Szerintem még önmaguk se tudják, hogy milyen játék legyen. It's a sellout crowd of 140,000 here today as we await lights out for the 730 meter sprint. Yeah, Spanish pile. That's good. Of this 2.9 mile racetrack, overtaking is challenging through these 16 corners, but there's still a lot of high-speed excitement to be found, including the flat-out turn 3 and the terrifying blind right of turn 9. A warm welcome to Anthony Davidson, who's beside me in the commentary box today. Let's talk briefly about Lewis Hamilton. That was a great win in the last. Miért nem az RTL klub van ki, nehogy? Hogy az F4. But certainly the performance last time out would have boosted their confidence coming into this one. With that then, let's run through the grid order. An immense lap from Lewis Hamilton yesterday puts him on pole position. And starting alongside in P2 is Sebastian Vettel. Looking down the rest of the grid, we have Verstappen, Ricciardo, Kimi Raikkonen, and Alonso, Bottas, Sainz, Magnussen, and Nico Hülkenberg, Grosjean, Ocon, Sergio Perez, and Leclerc, Gasly, Hartley, Marcus Ericsson, and Sergei Sorokin. Lee and Stoffel van Dorn completes the grid. Na, mégis az utolsó helyre fogunk indulni. Okay, be wary of the cars ahead braking. If it takes too much damage. Ah! That's your quota. Okay, here we go.
I know what you can do. Szia Joker, mizu van veled? Hogy vagy? Ez a kedvenc része, amikor erőszetem be mindenkit. Így szépen lassan. Ki vagy, aki löpnek? Ebből klipet kérek. Keep your eyes open on the run to turn one and keep it clean. We want to come out in one piece. Good luck. Meleg van. Joker, meleg van nálunk. De úgy már valamennyi már kezd már leülni a levegő. Lökjük fel mindenkit! Ez az. Silalmas volt. Nem tudom már, hogy hogy elkezdem előre, de jó van az. Okay, be wary of the cars ahead braking. Hozunk előre. That's a strong start. Well done. Vagy mégsem. Be careful with the front wing. You've taken some minor damage. Nem baj, 2019-ben majd is a játékba. Most már ennél a csapatnál maradok, nem kezdem előről. Majd Red Bullnál leszünk. Ferrari az köcsög volt velünk. Vagy a Mercedes. Open on the run to turn one and keep it clean. We want to come out in one piece. Good luck. Jó, most vagy soha. Nagyon szép. Most már megyünk komolyra. Ne hülyéskedjünk.
Elég volt a hülyéskedésből. És most jobb időt futottam, bassz meg. Ilyenkor tudok jobb időt futni. De időmérőben nem. Nem tudok. 1.29-et mentem. Kösz, hülye buzi. Mit csinálsz? That front wing, it'll need replacing if it takes too much damage. Okay, clear. No, top 10. Majd olyan izéfele kiállunk boxba, olyan tizedik körbe. Akkor kéne. Time penalty for that last incident. Oops. Yeah, that's just vissza.
seconds. Okay, Joker. Okay, looks like you're running on some slightly warm rubber at this point. Should still have a fair amount of grip left, but be mindful, it's gonna start falling away. Szindikát, amit meg nem adnék most. This lap, please. We need to get you on new tires and move on to a different strategy. The gap behind us is 3.5 seconds. We have to replace that front wing. Box now. Jó, majd megyek boxba, az meg nem látom, hogy mit csináltam. Túlmertem a boxba. Hülyék kilöptek. Oh, Isten, se kell menni kell a boxba. We could still regain the position. Okay, box, box, box. We're adjusting the strategy. Come in this lap. Nem baj, most hamarabb kimenjünk. Mit a többiek? Your lap times are falling off. We want you to pit in for repairs. Box, box, box. A szarul is veszi a kanyar. Ki kell menni. Nincs mese. Okay, this is Jeff. I need you to stop cutting. If you keep it up, the stewards will award you a penalty. De menj már ki, bazd meg! Jó, fasz ki van. Szarul veszi be a kanyart. Szemi szeme. Emiatt kell előkezdje. Ilyen nincs. Jesus. Be careful with the front wing. You've taken some minor damage. Mondom. Well done, mate. Nice start.
Talán még a kiállásokkal mennyelhessük. Úgyis mindenki kiáll. Majd a 9. körnél kiállunk. Control aren't happy with your creative interpretation of track limits. They've given you a 3-second time penalty. DRS will be enabled this lap. You can use it when within 1 second of the car ahead and in the DRS zone. Vagy a Bugattiból miért nincs rizé? Forma 1. Az milyen állat lenne már? Bugatti cég is csinálna. Egy Forma 1-et. Kicsúszik, bazd meg. De miért? Nem a szarul megy nekem. Nem tudom, miért, de szarul megy. Hú, de jó, ez a kis hűvös szellő. Okay, gap ahead is 11.6 seconds. Jó lenne egy City Guard, ahogy. Ez most amúgy is elbasztam. Ezt a meccset. Nem baj, bemegyünk a boxba. Hamarabb itt a többiek. Let's get some heat into those tires.
shape is looking really good. You're managing it well. Oh, shock guy up. Sass out of in the pits. Gap to teammate ahead is 27.3 seconds. Az a baj, túlságosan lemaradtunk. Látok, még mindig több meleg van Tobó. You've been awarded a time penalty for that last incident. Na, van, hűvösszel előfúj az ablakból. Jól esik. Mindegy.
kicsit befeloltam már a villanyt. Menj már ki! Ezt már úgy is buktam. De már rám zúztak egy kört. Look after these tires now. We want to finish the race on this compound. Tough race, but I know you're capable of getting more out of that car today. Dig deep. Give us the best of your talent. Kösz. Meg sem nézni, hogy néz ki. Blue flag, blue flag. Kösz. Bocs, véletlenül kilöktem őket. De mi is jössz itt, igen? Lehet, hogy ezt befejezem, azt átlépek LTS-re, mert most nem nagyon nagy a fal megy. Átlépek LTS-be. Fette is egy 29-8. Don't worry about the mistake, just focus on the rest of the race. Elég régen játszottam a Valkamion és LTS-sel. Ez rám fél.
19. vagyok. Lol. Tehát nem olyan, hogy kíváncsi, hogy milyen lesz a Season 10 a Fortnite-ba. Ahogy. Én rohadtul kíváncsi leszek. Állítólag visszamenjünk a múltba. Úgy 70-valahányos szintű vagyok. Fortnite-ba. Még sose sikerült 100-as levelre megcsinálom. De hogy mindent kimaxoltam. Az... Ja. Amúgy PUBG-ban az a szal, például kijön egy season, szarul, és lassan lehet fejlődni benne. Nagyon lassan. Például megveszel a Battle Pass-t, 10 euróért. Olyan rohadtul lassan fejlődsz vele. Ez hihetetlen. Fortnite-ban azt szeretem, hogy még jobban, hogy nagyon gyorsan lehet felfejlődni. És most azt nem tudom, hogy például, hogyha megjelik a Save the World hivatalosan, ingyenessé válik. Olyan patrolljár része is hivatalosan meg fog jelenni. Mennyi akkor Hülkenberg, mennyi? Hülkenberg. Anyádat löksz, te rohadék. És ezért kilöklek. Utolélek. Gap to car in front is 56.4 seconds. Alright, so we've been looking at the damage. And we think you should be okay to continue. It'll cost us a little bit of time, but we're nearly at the end of the race. Ez azért kilökte. Remaining.
Kibirálykor 1.28, hogy tudod ezen a pályán 1.28-at menni? Hogy nem tudtam, hogy lettem 19. Valaki ki... Perez kiesett volna. Már csak 2 kör. Tényleg, hogy látta az új beszélgetős live részet? Hogy milyen lett? Kicsit változtattam rajta. Okay, gap ahead is 57.0 seconds. Igen, amikor mindig amikor kezdünk, akkor mindig lehet látni a chatet, meg stb. Az a beszélgetős része. Elmondom, milyen játékkal fogunk játszani, meg stb. Tudom, amikor az elején kezdünk. Na, az a rész egy kicsit megváltozott. Jaj! Sík vagyok, hellóka! Fettel nyert, rohadjunk meg. Yellow flag. Új is ez a táska, csak átlépünk LTS2-be. Most a Forma 1 most nem nagyon jól adta. Eddig jó szoktam lenni, mert minden. Szóval, ja. A legközebb folytassuk tovább, jövő héten. És akkor két pályát már végig is vittünk. Most. Mennyi idős vagyok? 26. Benne van a nevemben, hogy 93. That's a fantastic performance from Ferrari. It hardly looked in doubt. And Anthony Davidson, give me your thoughts. How did they accomplish this result? I think a large part of the result comes down to temperament. They were able to keep their heads when everyone around them was losing theirs. And that's allowed them to get the best out of the car, to maximize the strategy, and to stay out of trouble. And as we can see, it's time for the podium, and as the drivers make their way out, there's a familiar red suit making its way to the top step. Fantastic win for Ferrari. És te mennyi idős vagy?
And after this round of the World Championship, here's how things... Well, things didn't really go your way today. Tell us what happened. You had a bit of contact today. Who was at fault? Do you think you were lucky not to end your race with... How are you finding things at your new team? Are you settling in? Great! Well, that's everything. Well, let's hope for a better race next time out, eh? Na, srácok, innen fogjuk folytatni. Nem sokára jön az LTS2, pár perc múlva. Szóval, ja. Amúgy így néz ki itt a mó. A cucc. Így néz ki, amikor beszélgetik, akkor hogy lehet látni a izét. Csetet, stb. Szóval, ja. Most már lehet látni a képernyőt, hogy mit csinálok, amikor beszélgetek. És amikor töltődik. Igaz, hogy nem mozog. Eddig mozgott a izés. De így tudtam megoldani, mert OBS-en nem engedte a videót, hogy ilyen keretet vágjak ki belőle. Szóval, ja. Hát mondjuk esetleg Dávidot, hogy valakit meg tudnék kérdezni, hogy esetleg úgy. Szóval, ja. Közben még puskáznom kell, mert átraktam gyors gombokra, hogy úgy egyszerű. És akkor, ja. Ja, jó, itt nem is kell. Na, sziasztok, nem sokára jövünk LTS2-be, addig is pár perc múlva jövünk. Hello!